A hétfőn kezdődött és pénteken záruló filmes táborban közel 20 fő vesz részt. A rendezni, forgatni, vágni tanuló diákok csoportosan, közös vagy saját koncepció alapján készíthetnek filmet. Az évközben is működő iskolai filmes szakkör gyakorlati része a tábor. Már 17. alkalommal szervezték meg, vannak, akik visszajárnak. Ilyen a csókai Báló Andor is. Általában hétfőnként megbeszéljük, hogy a hét folyamán milyen munkákkal fogunk foglalkozni, kinek milyen segítségre van szüksége. Én idén jobban az utómunkában vállalok részt, vágok már meglévő anyagokat, illetve hangot veszek fel pár anyaghoz. Zsolnai Ákos Budapestről volt diákként és segítőként van jelen a táborban. Mint mondja, a filmműhely technikailag is sokat fejlődött, és a fiatalok egyre önállóbbak és kreatívabbak. Hét felénél járunk gyakorlatilag, még zajlanak a forgatások, zajlanak a vágások. Én már most nagyon termékenynek érzem a tábort, tényleg így mindenki kipróbálja a maga területén magát. Nem biztos, hogy mindenkiből tévés lesz itt a csapatban, de jó, hogy most a jelen helyzetükben kipróbálhatják magukat, és tényleg így mindenkinek van lehetősége. A tábor ideje alatt forgatják a diákok a nyersanyagokat a különböző filmekhez. Ezeket az anyagokat a tanév során feldolgozzák, jön az utómunka, majd a kész filmeket fesztiválokra küldik. A kisfilmek témáit többnyire a diákok saját maguk találják ki. A mentorok ezeknek az ötleteknek a megvalósításában segítik őket. Ez már egy olyan műhely munka, ahol a gyerekek kibontakoznak, a saját ötleteiket próbálják megvalósítani, és próbálják aztán olyan formátumra hozni, hogy az a nagy közönség részére is látható legyen. A tábor ideje alatt várhatóan 4 új filmet forgatnak le, és 5 filmet fejeznek.